Köszöntünk mindenkit sok szeretettel a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Nevében, azon belül is a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ nevében, János Zsolt kollégámmal együtt a Digitális Témahét csapatának tagjai vagyunk, és igyekszünk elárulni néhány olyan titkot, amely azoknak lesz segítség, akik a nem kevés díjunk közül valamelyikre szívesen pályáznának. Úgyhogy át fogjuk tekinteni mindazokat a díjakat, amelyek idén versenyben vannak, vagy amiért versenyben lehet lenni, és részletesen el fogjuk mondani, hogy amikor a pályázatot bekülditek, vagy összeállítjátok, akkor mi az, amire érdemes odafigyelni, hiszen ismerjük a zsűrit, és tudjuk, hogy mi az, ami az értékelésben sokat jelent. Úgyhogy lássunk is hozzá, nézzük meg, hogy a 2021-es digitális témahéten hogyan néz ki a pályázat. Először a pályázat körülményeiről beszéljünk. Ugye a digitális témahét ebben az évben március 22 és 26 között szerepel a tanév rendjében hivatalosan, azonban már korábban is úgy volt, hogy a digitális témahét tevékenységeit nem csak ezen az egy héten lehet megvalósítani, de a digitális munkarend bevezetése okán idén is úgy döntöttünk, hogy a digitális témahetet meghosszabbítjuk, tehát tulajdonképpen április végéig, vagy ha még egy hétvégét beleteszünk, akkor május 3-áig megvan hosszabbítva a digitális témahét, tehát a múlt héttel nem ért véget ez a program. Ebben az évben is igaz az, hogy óvodák, iskolák és pedagógusok is pályázhatnak. Magán a témahéten ugye intézmények regisztrációját várjuk, tehát ha pedagógus pályázat is van, akkor is az iskola részéről ugye egy pályázat szükséges. Külhoni magyar iskolák is regisztrálhatnak természetesen, sőt olyan csoportok, vagy olyan nem iskolának minősülő intézmények, szervezetek is, amelyek megvalósítanak ilyen digitális témahét projektet. A díjak összértéke hát jóval több, mint 3 millió forint, hogyha a külön díjat nem számoljuk, akkor 3,4 millió forint, külön díjakkal együtt ez több, mint 1 millió forinttal több, inkább mondjuk az 5 millió talán a legreálisabb. Adminisztrációs teendő tulajdonképpen a digitális témahéten nincs, nem kötelező a részvétel fejében dokumentálni, nem kötelező beszámolót írni erről. Természetesen jó, ha a szülők, a gyerekek, a tanárok értesülnek arról, mi történik. A pályázathoz ennél egy picit több szükséges, de erről szól a mai előadásunk. A digitális témahétnek a fő célja az, hogy a tanulók digitális kompetenciájának a fejlesztése minél sokszínűbben, minél korszerűbben valósuljon meg. Ebben a digitális technológiát használják a pedagógusok tudatos és alkotó módon, természetesen úgy, hogy a tantervi követelményeket is tiszteletben tartják és figyelembe veszik, tehát ez nem egy szabad idő, hanem tulajdonképpen egy kicsit tanulás talán másként, mint a megszokott, és hát a pályázatban ezek mind fontos szerepet játszanak, hiszen az általunk felkért zsűri, illetve külső és belső zsűri, hogy úgy mondjam, ezeket mind
figyelembe veszi a szakmai tartalom, a dokumentáció, az ötletek eredetisége, és természetesen a formai szempontok mellett, vagy azokkal együtt. Minden évben a digitális témahéten vannak úgynevezett kiemelt témák, amelyeket különösen fontosnak tartunk. Természetesen nem kötelező ezen témákhoz kapcsolódó projektekkel indulni a digitális témahéten, de mi ezeket bátorítjuk, ezeket ajánljuk azért, mert ezek kiemelten fontosak, és tulajdonképpen nem lövünk nagyon mellé, ha ezekkel, vagy ezekkel a témákkal foglalkozunk, vagy ezeket próbáljuk feldolgozni. Így tehát, mint több évvel már a multidisziplináris megközelítés, mint a projektpedagógiának egyik jellemzője, fontosnak tartjuk a természettudományok, a művészet, az informatika, a programozás összekapcsolását akár, fontosnak tartjuk az algoritmikus gondolkodást, azt, hogy a projektek során a különböző tanulási igényű gyerekek, vagy kiemelt figyelmet igényű gyerekekre fordítsunk figyelmet. A médiatudatosság és a digitális gyermekvédelem évek óta az egyik legfontosabb kiemelt témánk, de bátorítunk mindenkit arra, hogy fedezze fel a közgyűjtemények által kínált lehetőségeket. Idén különösen sok webinárium is született ebben a témában. Kincsek vannak a magyar közgyűjteményekben, és ezeket az iskolák számára rendelkezésre is bocsátják. Bátorítjuk azt, hogy működjenek együtt egymással az intézmények. Ahogyan már említettem, nagy örömmel látjuk a digitális témahéthez való csatlakozását a külhoni intézményeknek is, de kitekintünk a digitális pénzügyekre, a fogyasztóvédelemre, akár, és ebben az évben nagyon fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia, hiszen a mesterséges intelligencia stratégia egy új és nagyon korszerű dokumentum Magyarországon, és a mesterséges intelligencia kihívás egy, mondhatnám, szinte egyedülálló kezdeményezés, amelynek révén ebben az évben szeretnénk elérni, hogy legalább 100 000 ember ismerje meg az alapfogalmakat, ezért is ajánljuk ezt a témát a digitális témahétre is. Ha megnézzük, hogy a pályázati kategóriák hogyan néznek ki, akkor mindig van egy úgynevezett fődíjak pályázata, tehát azok a díjak, amelyeket a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Ajánl föl. Ebben az évben a digitális témahét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Nem mintha az eddigi években nem lett volna a projekt gazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, de itt most a támogatást anyagi értelemben is kell érteni. És mint látható, idén is van pedagógus pályázat és intézményi pályázat is. Ami újdonság az elmúlt évekhez képest az, hogy a pedagógus pályázatnál a projekteket megvalósító pedagógusok számára ugye van 200 000, 150 és 100 000 forint értékű oktatásban használható digitális eszköz, mint nyeremény, de látszik, hogy díjazni fogunk olyan innovatív megoldásokat is, amelyeket a digitális munkarend hozott életre, tehát az online oktatásban alkalmazott módszerekkel is lehet pályázni. Ez újdonság. Az intézményi kategóriában a
A nyeremények 400, 300 és 200 ezer forint értékű oktatási eszközről szólnak, azonban külön szeretnénk díjazni a köznevelési intézményeket és a szakképző intézményeket is, tehát itt ugye összesen 6 iskola is kaphat díjat. Idén is szeretnénk figyelmet szentelni az együttműködésre. Az együttműködés külön díj két iskoláról szól, akik egymással együttműködve valósítják meg a projektjüket, és hát külön előnyt jelent, hogyha az egyik egy olyan iskola, amelyik még nem is vett részt korábban a digitális témahéten. Megemeltük a díj értékét, így 175-175 ezer forint értékű oktatási eszközt nyerhetnek ebben a kategóriában. És hát évek óta büszkék vagyunk arra, hogy az óvodában is szokott lenni digitális témahét. Van jó néhány olyan intézmény, ahol nagyon ügyesen fejlesztik már a kicsik digitális kompetenciáját is, ezért óvodai különdíjjal is hát szolgálunk ebben az évben is. És akkor átadom a szót a kollégámnak, aki a további részletekről fog beszámolni. Újra szeretnék akkor üdvözölni én is minden kedves érdeklődőt, és az elkövetkezendő néhány percben arról szeretnék tájékoztatást adni, arról szeretnék beszélni, hogy egyrészt mi mozgatott bennünket abban, hogy egy új pályázati kategóriát nyissunk, illetve szeretnék néhány szóban ismertetést nyújtani erről az új pályázati kategóriáról. Tehát én azt gondolom, hogy mindnyájan megtapasztaltuk iskolákon, iskolákon kívül, vagy pedagógusként, vagy szülőként, vagy csak egyáltalán hírolvasó emberként azt, hogy a digitális munkarend elég erőteljesen hatással van a hétköznapjainkra, és azt gondoltuk, hogy ezen időszerű dolog mellett akkor megjelentetnénk az online oktatásnak a lehetőségét, az online oktatás során keletkező ötleteknek a lehetőségét itt a digitális témahéten, és lehetőséget szeretnénk adni a pedagógusoknak arra, hogy megosszák egymás között, velünk és egymás között azokat az ötleteket, azokat az újításokat, azokat az innovatív megoldásokat, amelyeket ők hasznosnak találtak. És akkor nézzük azt, hogy mit is értünk pedagógus pályázat alatt. Ugye a pedagógusoknak szóló pályázatnak, ahogy Attila már említette, két kategóriája van. Az egyik a projektet megvalósító pályázat, vagy projektet megvalósító tevékenységről szóló pályázat, amelynek nagyon fontos eleme az, hogy ne csak a projektet írja le a pedagógus, hanem egy olyan dokumentációt nyújtson be mellé, amely alapján egy másik pedagógus meg tudja valósítani hozzá hasonló módon a projektet, illetve, hogyha bizonyos elemeket akar csak átemelni belőle, akkor arra is alkalmas legyen ez a dokumentáció. Na most a másik kategória, ugye ez a digitális munkarendben megvalósult, és nagyon hangsúlyoznám, nagyon fontosnak tartom, hogy kipróbált és bevált olyan megoldás, ami hatékonyan támogatja a tanulást, hatékonyan támogatja az online körben folyó tanításnak a folyamatát. Egy erről szóló beszámoló tulajdonképpen a pályázat, hogy ennek hogyan is kell kinéznie, milyen lényeges elemeket tartalmaz, erről pedig fogunk még szót ejteni. Ugye a harmadik kategória, Attila szintén említette, hogy ez az intézményeknek szóló pályázat, itt pedig arról van szó, egy kicsit talán pluszban ahhoz képest, mint ami a pedagógusoknak szóló projektpályázatban volt, hogy itt több pedagógus összefogásában valósul meg, és több osztályt lehetőség szerint az iskolának egy jelentős részét megmozgató tevékenység, ami feldolgoz egy témát, egy problémát jár körbe, projektformában, tehát a projektpedagógiai elemeit felhasználva, és természetesen itt is dokumentálni kell az eseményt, mégpedig olyan formában az intézmény honlapján, vagy az intézmény honlapjáról elérhető egyéb helyeken természetesen erre van lehetőség, hogyha az intézmény honlapja véges tárhelyjel bír.
videókat, fényképeket, stb. Azt lehet máshol is tárolni, de az iskola honlapján legyen tetten érhető az, hogy mi történt az iskolában. Na most, ha akármelyik kategóriát is nézzük, tehát legyen ez akár a pedagógus, akár az intézményi projektet feldolgozó pályázat, akár, és majdnem mondhatnám azt is, hogy legfőképpen az online oktatáshoz kapcsolódó pedagógus pályázat a tudás megosztás alapján nyugszik, azaz mind három pályázati kategóriával amellett, hogy szeretnénk díjazni és jutalmazni azokat a kollégákat, akik valami kiemelkedőt, valami olyan nagyszerű dolgot nyújtanak, amire érdemes országosan vagy akár a környező országban is odafigyelni. Emellett ez a tudás, ez a tapasztalat, ez legyen elérhető a többi pedagógus számára is. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a dokumentáció az olyan formában valósuljon meg, ami alapján ismételhető, reprodukálható ez a fajta tevékenység. Na most bármelyik pályázati kategóriáról is van szó, szeretném újra elmondani, bár ezt egyrészt Attila is említette, másrészt pedig fent van a honlapon is, hogy az intézménynek regisztrálnia kell a digitális téma7.hu oldalon, ugye ott két kis képkivágással utalok arra, hogy iskolai regisztrációt hajtson végre az intézmény, töltse ki a megfelelő űrlapot, és utána a regisztrált intézményként már akár mint intézmény, akár mint pedagógus részt tud venni a pályázatunkban. És akkor kérném szépen Attilát, hogy a következő diára evezzen át, ahol is néhány szóban szeretném ismertetni azt, hogy az online oktatási gyakorlatokkal kapcsolatos pedagógus pályázatnak milyen főbb elemei vannak, vagy egyáltalán mire kell gondolni akkor, amikor valaki ebbe a fába vágná a fejszéjét. Ugye online oktatásról lévén szó, nyilvánvalóan valamiféle olyan tevékenységről kell, hogy szóljon a pályázat, ami online oktatási megoldásokat tartalmaz, és egy minimum 3 órás szakasz, tanulási szakasz, tanítási szakaszt gondoltunk az alapjának ehhez. Ennek az az oka, hogy szeretnénk azt látni, hogy az a bizonyos megoldás, az a bizonyos eszköz, eszközhasználat, módszertan, amit a kollega kidolgozott, amire építi az ő munkáját, az hogyan működik, nem csak egy óra keretében, hanem például honnan indul, hová jut el, és hogyan ágyazódik be a tanulási, tanítási folyamatba. Tehát minimum 3 órában kell gondolkodni, amikor ilyen pályázatot nyújt be valaki. Nyilvánvalóan kíváncsiak lennénk, hogy milyen hatékony módszerek segítségével boldogultak a kollégák ebben az egyébként nagyon embert próbáló időszakban. Nyilvánvalóan itt lehet fókuszálni bizonyos részfeladatokra, de alapvetően azért komplexitásában szeretnénk látni a dolgot, tehát jó lenne, hogyha a pályázati anyag az bemutatná az online oktatásnak minden részét. Természetesen egy-egy módszerrel, egy-egy eszközzel lehet utalni speciális megoldásokra is. Szerencsés esetben az a hatékony módszer, amit a kollega kiválasztott, az támogatja az önálló tudásépítést, hiszen megtapasztaltuk azt, hogy a legritkább esetben célra vezető az, amikor a jelenléti oktatást feltételező órarend beosztása szerint minden egyes órát a 0. perctől a 45 percig megtartunk. Itt jóval nagyobb önállóságra van szükség a diákok részéről. Saját idejükkel kell gazdálkodni. Ők osztják be az idejüket. Tulajdonképpen sokkal felelősségteljesebb pozícióba helyezik magukat, vagy kell, hogy helyezzék magukat a diákok. Így az önálló tudásépítésre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és remélhetőleg a pályázati anyagok is érzékeltetik majd ezt. Mondanom sem kell, hogy az értékelés, mint mindig egyébként a projektpedagógiában is, és itt is az online oktatásban is nagyon fontos szerepet játszanak, és nem csak, hogy nagyon fontos szerepet játszanak, hanem nagyon nagy kihívást jelentettek a pedagógusok számára, hiszen szembesülni kellett azzal a, hát mondhatni, ilyen alapvetéssel az online oktatás során, hogy azok az idézőjelbe téve jól bevált, hagyományos értékelési módszerek, és itt kettőt említsek, csak a dolgozatiratás, vagy több dolgozat és a feleltetés, ugye ezek nem működnek abban a formában, mint ahogy működtek korábban. Tehát itt nagyon nagy érdeklődéssel fordulunk a pályázatok felé,
abból a szempontból is, hogy a digitális eszközökkel hogyan lehet megtámogatni az értékelési tevékenységet, és nem hallgatom el, hogy azért itt többségében a formatív értékelésre gondolnánk, arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan tudták a kollégák a tanulói tevékenységet ilyen messziről online formában megfelelő módon támogatni. Kikerültek a diákjaink az online térbe, különböző mértékben felvértezve azokkal az eszközökkel, amelyekkel meg tudják védeni magukat az online térben leselkedő veszélyektől, azaz a digitális gyermekvédelemmel kapcsolatosan is nagyon fontos teendőink voltak és vannak is az online oktatás során. Szeretnénk azt, hogyha ezek az elemek is szerves részét képeznék azoknak a pályázatoknak, amik elérkeznek hozzánk. A digitális eszközök jelenléte nyilván elengedhetetlen, hiszen ezek voltak tulajdonképpen annak a csatornának az építőkövei, amelyeken keresztül tudtunk kapcsolatot tartani a gyerekekkel, vagy a kollégákkal, vagy akár a szülőkkel. Azonban amikor arról beszélünk, hogy innovatív pedagógia, innovatív módszertan az online oktatáshoz, akkor nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen kreatív és alkotó jellegű digitális eszközhasználatot tudtak beépíteni a kollégák a napi tevékenységükbe. És végül, ugye nyilvánvalóan talán ezt már mondanom sem kellene, hogy az online oktatás rendkívül jó teret nyit a digitális kompetenciafejlesztésre. Jó lenne ezt látni, hogy hogyan tervezték a kollégák, milyen célokat tűztek ki, és ezek a célok hogyan teljesültek, akár az alatt a 3 órát, akár egy hosszabb folyamat során az innovatív megoldásokról benyújtott pályázatban. És akkor kérném szépen a következő diát, Attila, ami ugye már arról szól, hogy az online oktatásra begyújtott pályázat sablonjában milyen részek vannak, és oda körülbelül milyen jellegű dolgokat várunk. Én mielőtt erre az előadásra elkezdtem készülni, elővettem a sablonunkat, és átnéztem, hogy ott mik vannak benne, és én azt gondoltam, hogy nem lenne túl korrekt az, hogyha ugyanazokat a dolgokat tennénk bele ide, ennek az előadásnak a diasorában, amik ott vannak, hiszen azt ott is el tudjátok olvasni. Egy picit másképpen megfogalmazva, egy picit tömörebben, egy picit más szemszögből szemlélve a dolgokat szedtünk itt össze Attilával pár dolgot, és igazából csak azokat a dolgokat, csak azokat a sorokat ragadtuk ki a sablonból, amelyek talán némi magyarázatra szorulnak. Tehát itt úgymond a statisztikai adatokkal kapcsolatos részeket nem vettük elő, azokat értelemszerűen, hogy mindenki tudja tölteni. Tehát nézzük akkor az első dolog, amit én fontosnak tartok egy kicsit körbejárni, ez az értékelési összefoglaló, ami szerencsés esetben áttekinti a 3 órás tevékenység előtt, közben, majd utána zajló értékelési tevékenységeket. Itt természetesen lehet szó arról, hogy diagnosztikus értékelés segítségével felmérjük, hogy honnan indulunk, majd formatív eszközök segítségével támogatjuk folyamatosan a tevékenységet. És itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben jól működik ez a dolog, szinte minden tevékenységhez kapcsolódik valamilyen értékelés, és itt próbáljuk meg elszakadni a hagyományos értékelési eszközöktől, a hagyományos értékelési módszerektől, hiszen ne felejtsük el, hogy egyrészt ugye jelen esetben online térben dolgozunk, tehát azok nem is feltétlenül működnek, másrészt pedig nem is biztos, hogy ezek a megfelelő támogató légkör tudják biztosítani. Amikor végére értünk, akár a 3 órának, akár hogyha valaki hosszabb időtartamú pályázatot nyújt be, akkor a végén pedig természetesen lehetőség van arra, hogy egy szumatív értékelés segítségével áttekintsük azt, hogy hova is jutottunk el. Na most nagyon szeretném biztatni a kollégákat arra, hogyha van jó ötletük arra, hogy hogyan lehet ezeket az értékelési módszereket változatossá tenni, akkor ne fogják vissza magukat, és itt a változatosság alatt mind a módszereket, mind pedig az értékelés végrehajtásához használt digitális eszközöket, digitális alkalmazásokat nagy lelkesedéssel és várakozással látjuk a pályázati anyagokban. Illetve
arra is, amennyiben van jó ötletük, ugye mindig probléma az értékelés során, hogy a tankerületek, a fenntartók, az intézményvezetők osztályzatokat várnak, hogy milyen formában és mire tudtak úgy osztályzatot adni, hogy egyrészt az valamiféle támogató, pozitív visszajelzést legyen a diákok felé, másrészt pedig valid dolgok legyenek, tehát az értékelésnek olyan részét képezzék, amire lehet támaszkodni, akár a következő tananyagegység tervezésekor, akár egyáltalán abból a szempontból, hogy mit sikerült milyen szinten megtanítani. A következő sorban a digitális gyermekvédelemről van szó, amelyről néhány szót már a korábbi dia kapcsán ejtettem. Itt én tulajdonképpen három kulcsszót emelnék ki, tudatosság, biztonság és a konfliktusok kezelése. Tudatosság abból a szempontból, hogy nagyon jó az, hogyha a gyerekek tudják azt, hogy milyen eszközökkel, milyen veszélyek leselkednek rájuk, és tudják azokat az eljárásrendeket, azokat a módszereket, azokat a tevékenységeket, óvintézkedéseket, amelyekkel ki tudják védeni ezeket a veszélyeket. Gondolok itt akár a különböző vírusokra, vagy spamekre, vagy bármi egyéb olyan dologra, ami problémát jelenthet. Itt azért beletettük a szövegbe azt is, hogy az alkotó munka során nyilvánvalóan szerzői jogok betartásával kapcsolatos dolgok is előkerülhetnek, hát erre is érdemes odafigyelni a pályázat beadása során, a pályázati anyag összeállítása során. És végül, de nem utolsó sorban, nem szabad elhallgatni azt, hogy az online térben való, hát most nem is, ha nem is azt mondom, hogy folyamatos jelenlét, de nagyon intenzív jelenlét, az megterheli, próbára teszi a gyerekeknek a szociális képességeit, és ezek a szituációk próbára teszik őket, konfliktusok alakulhatnak ki, és ezek a konfliktusok nagyon gyakran végződhetnek olyan szituációban, amikor tulajdonképpen egymást bántják a gyerekek, diszkomfortérzést okoznak egymásnak. Ugye itt akár ilyen rosszindulatú e-mailekre gondol az ember, vagy különböző közösségi terekben, tehát bejegyzésekre, képekre, stb. Erre is érdemes odafigyelni, és hát nyilván nem csak a pályázat beadásakor, hanem amikor a gyerekekkel dolgozunk, akkor is érdemes odafigyelni, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet megfelelő módon kezelni. Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy jól és ügyesen válasszuk ki azokat a digitális eszközöket és alkalmazásokat, amelyeket a tanulás-tanítás folyamatában használjuk. Itt is három fő gondolatköré szeretném csoportosítani a mondandómat. Tudatosság, hatékonyság, és az a dollárjel természetesen az anyagi oldalát jelenti a dolognak. Kezdem a tudatossággal, ami ugye arról szól, hogy tudatosan keressünk és válasszunk olyan eszközt, amire éppen nekünk szükségünk van. Tehát ne az legyen a úgymond a motiváló erő számunkra, a pedagógusok számára, hogy jaj, de jó kis dolgot találtam, jaj, de jó kis eszközt találtam, jaj, de jó kis alkalmazást találtam, most akkor én ezt a következő órán, hatodik, ha szakad, én beviszem a gyerekek órájára, idézőjelben mondom, hogy beviszem, mert természetesen, mert online órákról beszélünk, mert azt én meg akarom mutatni. Óva intenék mindenkit, hogy azért pályázzon, hogy hű, de jó ez az alkalmazás. Én azt gondolom, hogy ezt fordítva kell nézni, először ki kell tűzni a gyerekek tanulásával kapcsolatos céljainkat, a képességfejlesztéssel, készségfejlesztéssel kapcsolatos, tartalmi dolgokkal kapcsolatos céljainkat, és ezekhez a célokhoz keresünk módszereket, és a módszerek megvalósítása az eszközöket. És természetesen az, hogyha én találtam egy jó eszközt, egy jó alkalmazást, az nem azt jelenti, hogy ezt gyorsan kitörlöm a fejemből, hanem azt jelenti, hogy abban a kelléktárban, abban a kis raktárban tárolom addig annak az eszköznek vagy alkalmazásnak a létét, amikor eljön annak az ideje, hogy az hatékony szerepet tud betölteni a tudásátadásban, a készségfejlesztésben. És akkor ugye itt jön a hatékonyság, igazából azt lehet mondani, hogy akkor valósul meg ennek az eszközhasználatnak és alkalmazás használatnak hatékonysága, hogyha annak az eszköznek a használata az adott tanulási, tanítási szituációban hozzáadott értékkel bír. Tehát nem csak ha helyettesíti azt a korábbi módszert, amit mi használtunk mondjuk a jelenléti oktatásban, hanem lehetőség szerint többet tud annál, több eredményt, hatékonyabb eredményt hoz.
És végül nem szabad elhallgatni, hogy ugye vannak olyan megoldások, és természetesen az eszközök meg mindig ilyenek, hogy valamennyibe kerülnek. Na most itt is én azt gondolom, hogy alapvetően nyilvánvalóan törekednünk kell arra, hogy a felhasznált eszközök és alkalmazások azok minimálisan terheljék meg a pedagógus pénztárcáját, de sajnos, hát ezt akár statisztikákból is most már lehet tudni, hogy egy átlag pedagógus Magyarországon az online oktatás megvalósításáért milyen mélyen nyúlt a zsebébe. Tehát ezt azért mellé lehet tenni, hogy nagyon jó ingyenes alkalmazás ez és ez, de egy költségtakarékos megoldás, ami egy kis összegbe azért kerül, az mennyivel tud többet nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy reálisan kezelve, törekedve arra természetesen, hogy ingyenes megoldásokat keressünk, hogyha valamelyik ingyenes megoldásnak például van egy fizetős verziója, és az valamilyen szuper plusz szolgáltatást nyújt, akkor azt nyugodtan le lehet írni egy ilyen pályázatba, főleg akkor, hogyha az egy bevált módja annak, hogy valamilyen célt elérjünk. És végül nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy ugye, hát sőt részben erről már volt is szó, hogy azt szeretnénk, hogyha ezek az innovatív megoldások már átestek volna egyfajta kipróbáláson. Tehát ugye hogyan működik ez a dolog? Tervezünk, aztán a terveink alapján megvalósítjuk azt a módszertant és azt a tanórát, azokat a tanórákat, amiket gondoltunk, majd értékelünk, és itt most nem a gyerekek értékelésére gondolok, hanem mondjuk az óra sikerére, vagy a saját tevékenységünk értékelésére gondolok. Próbáljuk meg felfedezni, felkutatni azokat a problémákat, amik mondjuk nehezítették a munkánkat, vagy amik esetleg a hatékonyság útjába álltak, és utána pedig keressünk ezekre megoldásokat. Hogyha egy pályázatba benne van az, hogy a tervezés folyamatánál milyen fontos szempontok játszottak szerepet, a megvalósítás milyen módon zajlott, hogyan értékeltük a saját munkánkat, milyen problémákkal találkoztunk, és azokra hogyan kerestünk megoldást, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó nyomon jár a pályázatnak az összeállítója. Mondom ezt még úgy is, hogyha esetleg egy-egy probléma nyitottan marad, mert ez is elképzelhető, hogy valaki felfedezte, hogy ez és ez a része az ő pályázati anyagának, annak a néhány órának, amiről ír, problémás volt, erre ő kipróbált valamit, az nem működött, és akkor ott van nyitva, van hagyva, hogy tessék, a következő kollega, aki kipróbálja, aki ezt elolvassa, az természetesen megtalálhatja a megoldást a problémára. Nyilván nem arra akarunk sarkalni senkit, hogy egy csomó problémát fölvetve egy sereg problémával pályázzon, de ha egy-egy problémát fölvetve nyugodtan be lehet nyújtani a pályázati anyagot. Én azt gondolom, hogy ha ezek, tehát az értékelésről szóló rész, a gyermekvédelemmel kapcsolatos rész, a digitális eszközök kiválasztásával, majd pedig az online oktatás pedagógiájával, illetve a használt pedagógiára való reflexiók belekerülnek ebbe a pályázati anyagba, akkor már nagyon közel lesz ahhoz a pályázati anyag minősége, amit mi nagyon szívesen díjazunk. Köszönöm szépen! És akkor Attilái a szó. És akkor folytassuk a projektekkel. Tehát itt ugye kétféle kategória van, ahogyan megbeszéltük, és az egyikről beszélt Zsolt kollégám, az online oktatási gyakorlatokról, de ne feledkezzünk meg, hogy a digitális témahéten a pedagógiai projektek adják talán a legtöbb tevékenységet, hiszen ennek érdekében is indult útjára 2016-ban ez a kezdeményezés. Digitális eszközökkel segített pedagógiai projektekről van szó, amelyek továbbra is főszerepet kapnak itt a digitális témahéten. Nézzük, hogy mit jelent ez. Ugye itt nem csak arról kell beszélnünk, hogy mi a projekt, amit most természetesen csak nagyon röviden fogok érinteni, hanem ahogyan a cím is látszik, a pályázatból ki kell derülnie, hogy az tényleg projekt. Tehát amikor az értékelést végzik, akik végzik, azok biztosan föl fogják tenni a kérdést, hogy ez tényleg projekt. És hogy mitől projekt a projekt, erről ugye
több előadás is elérhető a YouTube csatornánkon, de ha gyorsan ránézünk, akkor ugye itt arról van szó, hogy egy minimum 5 óra hosszúságban, időben ennyi ilyen mértékű pedagógiai projektről van szó, amelyből látszódnia kell, hogy a tevékenységeket főképpen a tanulók végzik. A tevékenységek alkotó tevékenységek, amely azt jelenti, hogy a tanulók valamit létrehoznak, és nem a tanárok által adott feladatokat oldják meg folyamatosan, tehát nem előre kitalált feladatokon mennek végig, az is jó dolog, de az nem projekt jellemző, hanem tényleg alkotnak, létrehoznak valami újat a projekt során, annak érdekében, hogy választ kapjanak a legfontosabb kérdésekre, amelyek a projekt kapcsán felmerültek. Ezért tehát fontos, hogy látszódjék a pályázatból az, hogy mi a projekt eredménye, publikus terméke, hogy úgy mondjam, hogy látszódjon az, hogy ebben a diákok közösen dolgoztak, tehát van valami fajta együttműködés a diákok között, és az értékelés végig megy az egész projekt során, tehát ez azt jelenti, hogy a projekt elejétől a végéig, és nem csak a végén egy visszatekintő értékeléssel, hanem egy támogató formában végigkíséri a projektet az értékelés, már többször is emlegettük azt, hogy ez egy kiemelt jelentőségű dolog. Jó dolog, hogyha a projektben van valami fajta kutatás, elemzés, valami problémának a feltárása, tehát az, hogy ne csak készen kapott anyagokkal dolgozzanak a diákok. És végül látszódnia kell az, annak, hogy a digitális kompetencia fejlesztése áll a középpontban. A digitális kompetencia fejlesztése az nem teljesen ugyanaz, mint a digitális technológia használata. Tehát, hogyha a projekt során végig használnak digitális eszközöket, az nagyon klassz, valószínűleg a hatékonyság növelése érdekében, de ezeket oly módon is lehet használni, hogy közben a kompetenciájuk fejlődjön a gyerekeknek. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy az a sablon, ami egy projekt sablon, ami a pályázattól részvők számára elérhető, akkor ez már ismerős lehet, hiszen ezt a sablon, ezt a szerkezetet évek óta követi a digitális témahét. Ebben a sablonban van néhány olyan rész, amit könnyű kitölteni, ezekre nem is szánunk időt, és van néhány, ami talán azok számára, akik először foglalkoznak projekttel, talán egy kicsit magyarázatot igényel. Tehát például a projekt alapkérdése, ez egy olyan kérdés, ami egy általános, nem a projekt témájára, hanem annál sokkal tágabb teret felívelő ügyre mutat rá, egy nem eldöntendő kérdés, egy nem könnyen megválaszolható kérdés, és nagyívű, és olyan kérdés, amelyből a projekt témája nem is következik. Tehát itt a példában az, hogy hogyan változik a Föld, az egy nagyon izgalmas kérdés, erre nehéz lenne válaszolni röviden, ráadásul nagyon sok aspektusa van, tehát ez tipikusan mutatja azt, hogy erre az alapkérdésre nagyon sok projektet lehet kitalálni. De ha már azt a projektszintű kérdést látjuk, hogy miként alakítják a vulkánok a Földet, akkor ugye abból már tudjuk, hogy itt vulkánokról szól majd a projektünk. Ugye az alapkérdéshez illeszkedik, de az, hogy úgy mondjam, bármi más, sok más téma is lehet. A projektszinti kérdésből általában kettő szokott lenni, lehet több is természetesen.
Ez az, amely tulajdonképpen meghatározza a projektet, és ez az, amiért a projektet többek között megvalósítjuk. Ez közvetlenül választ ad a legfontosabb kérdésekre a projektben. Tehát, hogy megtudjunk többet a vulkánokról, és így tovább. A tartalmi kérdések már ennek egy részletesebb lebontását jelentik, ezek ilyen tudás elemekre rákérdező kérdések, látszik, hogy mi a láva, vagy milyen fontosabb vulkanikus kőzetek vannak. Tehát tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy ezek azok, amik a dolgozatban is elő szoktak fordulni. Nyilván ez azt is mutatja jól, hogy a projekt nem egy szabadidős tevékenység, hanem a projektben megtanulunk olyasmiket, amelyeket máskor talán nem projektformában tanulunk meg. Ez tehát a célrendszert kifejtő kérdések. Érdemes megnézni a mintaprojekteket, mert abban nagyon sok ilyen van, és ötleteket nagyon is szabad átvenni ezekből, tehát egyáltalán, hogy mondjam, ne érezze magát senki zavarban, hogyha valami olyasmit talál ki, amit már más is kitalált, hiszen hát lehetséges ez, tehát ez előfordulhat. Az értékelésről sok szó esett, és nem akarom ismételni túlságosan. Valóban a projektek jellemzője az, hogy az értékelési formák közül a formatív értékelés, a fejlesztő célú értékelés az, ami a legnagyobb szerepet kapja, ezért jelenítettem meg úgy, hogy ez túlsúlyban kell, hogy legyen. Látszódnia kell a pályázatban annak, hogy tényleg végig van értékelés, tényleg végig, hogy mondjam, többségében van a formatív értékelés, a szummatívhoz képest. Ugye nyilvánvaló, hogy nem tilos az sem, de talán nem bonyolult látni, hogy mondjuk egy teszt, vagy egy dolgozat, az a tanulási folyamatra visszamenőleg már semmilyen hatással nincsen. Itt a szerkezetét lehet látni annak, ami a sablonban van. Először az időrendben felsoroljuk az eszközöket, amiket használunk majd, és az értékelés összefoglalóban pedig részletezzük minden olyan eszközt, amit föntebb felsoroltunk. Itt is ajánlom megnézni a 12 köznevelési mintaprojektet, ugye a digitális témai tudásbázisában találhatók, vagy pedig a szakképző intézmények számára készült 10 nagyon új mintaprojektet is ajánlom. Ezekben mind megtalálhatók ezek a sablon elemek, és meg lehet nézni, hogy hogyan csinálták mások, és abból nem szégyen tanulni. Maga a projekt menete a módszertani eljárásokban kerül terítékre, tehát itt le kell írni, hogy hogyan ment a projekt óráról órára, mégpedig úgy, hogy az áttekinthető legyen, és egy külső szereplőnek, akár egy más szakos tanárnak is érthető, követhető legyen, és egy azonos szakosnak meg megvalósítható. Tehát meg kell nézni a mintaprojekteknél, mennyire részletezett a szöveg. Érdemes tömören fogalmazni, de azért ki kell fejteni. Hogyha az a jó, hogyha a zsűri azt érzi, hogy itt egy megvalósított projekt alapján a tapasztalatok vannak leírva tulajdonképpen, és itt nagyon ajánlom azt, hogy legyenek benne illusztrációk egy adott projekt tevékenységhez, be lehet tenni azokat a fotókat, vagy fotót, ami akkor készült, amikor együtt dolgoztunk a gyerekekkel, vagy ha nem dolgoztunk élőben együtt a gyerekekkel, ami természetesen most ugye nagyon is lehet, akkor képernyőképekre gondolok, itt főképpen olyan képernyőképekre, ahol a maga a munka látszik, vagy az alkalmazás használata. Természetesen figyelni kell
résztvevők személyiségi jogaira, de minthogy ezek a tartalmak az iskola honlapján elérhetők lesznek, tehát ezek használatára nyilván az iskoláknak lesz, vagy van engedélye a szülőktől. Tehát arra kell figyelni, hogy ne csak leírjuk jól, amit kitaláltunk és megvalósítottunk, hanem arra is figyeljünk, hogy az úgy legyen leírva, hogy az a zsűri számára érthető, áttekinthető legyen. Ez nagyon egy nagyon lényeges kérdés, hogy nem csak jól érdemes megvalósítani, hanem a jónak is kell tűnnie a leírás alapján. És akkor nézzünk egy pár vonatkozását a pályázati űrlapnak, amely egyszerűbb, mint az elmúlt évben használt pályázati űrlap. Ugye az egyik az, hogy azt kérjük, hogy a projekteket dokumentálni kell, tehát látnunk kell, hogy mi történt tulajdonképpen, és ez a dokumentáció egyben azt is szolgálja, hogy megtörtént-e ténylegesen a projekt. Ugye itt a képek utalnak arra, hogy nem csak digitális termékek lehetnek, hanem akár kézzel fogható tárgyak is. Itt például különböző papírrepülők, színes és szintelen papírrepülők vannak, nem szintelen fehér papírrepülők, de lehetnek digitális alkotások is. Ahogyan kollégám említette, figyeljünk a szerzőjogok tiszteletben tartására, ugye érdemes a Creative Commons szerzőjogi megoldásokat használni, és ezeket a fotókat, videókat vagy leírásokat az iskola honlapján célszerű közzétenni. Azért mondtam, hogy célszerű, és nem azt mondtam, hogy kötelező, mert lehet, hogy az iskola honlapjára ez nem tehető fel, vagy nincs honlap, vagy nem úgy oldható meg. Olykor-olykor előfordul ez, de mindenképp azt tanácsoljuk, hogy egy publikus honlapra kerüljön. A Facebook oldal nem alkalmas erre, tehát Facebookra föltett képeket vagy beszámolókat nem fogunk elfogadni, vagy nem tudunk elfogadni. Arra gondolja mindenki, hogy az iskola honlapjára el fog menni az értékelő, és meg fogja ott nézni, hogy hol van, hova tették, hogy van ott tálalva, tehát úgy kell ott elhelyezni, hogy meg is lehessen találni, de ezt az elérésítat úgyis meg kell adni a pályázati űrlapban. Nagyon fontos, hogy a projektterben leírtakkal összhangban legyen mindaz, amit a képeken látunk. Tehát, hogyha látunk a képeken valami olyan tevékenységet, ami nincs a projektterben, az nem olyan jó, és fordítva is így van ez. Tulajdonképpen a normál munkamenet az természetesen pont az, ami itt a legszerencsésebb, hogy dolgozunk, közben dokumentálunk, és ez természetes, de mivel itt pályázatokról van szó, egy kicsit rigorózusabban kell ezt nekünk megfogalmazni. Hogyha megnézzük a pályázati űrlapot, akkor ugye meg kell adni a projekt címét, akár intézményi, akár pedagógus pályázatról van szó, meg kell adni a projekt címét, meg kell adni a projektben résztvett pedagógusok és tanulók számát, valamint a projekt dokumentációjának elérhetőségét, tehát ezt a honlapot például, amiről említést tettem az előbb, valamint fel kell tölteni ezt a dokumentumot, azt a bizonyos projekttervet, amely ez a sablont értelmeztük az előbb. Figyeljünk arra, hogy a projektterv elnevezésekor alkalmazzunk egy áttekinthető, érthető fáj névkonvenciót, azért, hogy könnyebben kezelhető legyen a munkatársak számára, amikor szétválogatják. Természetesen a
alapfeltétel a pályázathoz az, hogy az iskola regisztráljon a digitális témahét.hu honlapon. Itt két határidő is látszik, az valójában egy, tehát úgy szoktuk mondani, hogy a digitális témahét április végéig tart, addig lehet regisztrálni az iskolát, és még egy pár nap, amíg le lehet adni a pályázatokat, tehát a leadási határidő, a végső határidő május 3-a, és a regisztráció meg április 30-a, tulajdonképpen egy hétvége van, vagy egy pár nap közötte. Egy pár szót beszéljünk a külön díjakról. Ez egy nehéz terület, de örömtelien nehéz terület. Mindjárt ki fog derülni, hogy miről van szó. Ugyanis idén elég sok külön díj is van a már említett pályázati kategóriák mellett, és hát hadd mondjam el ezeket. Ugye összesen van négy olyan külön díj, amelyet pedagógusok számára hirdettek meg, és van három olyan, amelyet intézményeknek, és van egy, amelyet ben van intézményi nyertes is, és pedagógus nyertes is. Gyorsan nézzük, tekintsük át, hogy milyen lehetőségeket kínálnak itt a támogatók. A digitális gyermekvédelmi különdíj az első. Ez pedagógusok számára, olyan pedagógusok számára szól, akik a digitális káprázatok című tananyagot, ami a digitálisgyermekvédelem.hu-ról érhető el, ezt a tananyagot felhasználják egy megvalósult projekt során. Itt a nyertes egy digitális gyermekvédelmi témájú élő vagy online előadást nyer az iskolája tantestülete számára. A Da Vinci Média külön díj intézményeknek és pedagógusoknak is szól. Itt a feladat az, hogy a Keres rá internetbiztonsági videósorozatot használják fel a projektekben az iskolák, általános iskolák, illetve a projekteket szervező pedagógusok. És itt van garantált a résztvevők számára garantált külön díj, az azt jelenti, hogy az iskolák számára egy éves, és a tanulók számára, a résztvevő tanulók számára 3 hónapos Da Vinci Kids oktatási applikáció előfizetés, és a legaktívabb intézmény és a legkreatívabb pedagógus is díjat kap. A legkreatívabb pedagógus díja egy Da Vinci pizsama party osztálykirándulás és egy hordozható wifi spot, hotspot, egy év internet hozzáféréssel, ami nem rossz ezekben az időkben. El kell mondanom, hogy mind a digitális gyermekvédelmi különdíjhoz, mind a Da Vinci Média különdíjhoz kapcsolódik webinárium előadás, megtalálható a YouTube csatornánkon. További különdíj pedagógusok számára a Bukár Suli és vagy a Bukár Class könyvtárának használatra épülő projektek elismeréseként egy-egy díjazott osztályának minden tagja és két tanára nyer egy éves előfizetést, vagy a Bukár Sulira, vagy a Bukár Klászra, attól függ, hogy melyik nyelvi verziót használják. A következő a High-Tech Suli különdíj, ez egy teljesen új kezdeményezés, a High-Tech Suli egy videópályázatot hirdett online oktatásban jó gyakorlatokat bemutató iskolák számára. Itt legfeljebb négy pályázó intézmény videóját fogja díjazni a High-Tech Suli egyenként 250 ezer forint értékben. Ezt követi a Kézai Simon program külön díja szintén intézmények számára. Itt
ehhez kapcsolódóan szintén volt már webinárium előadás. Itt azon projekteket díjazzák, amelyekben az analóg fotóemlékeket és a hozzá kapcsolódó történeteket dolgozzák föl, és digitális fotóalbumokat alakítanak ki. A nyertes intézmény részére 100 ezer forint értékű oktatásban használható digitális eszközt kínál a Kézai Simon program. Említettük, hogy idén is szívesen várjuk és örömmel várjuk határon túli magyar kollégáink csatlakozását. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága idén is meghirdette az évek óta szokásos, immár hagyományos különdíját, ezúttal a legösszetartóbb külhoni magyar közösség a járványhelyzetben címmel, és itt maximum 4 iskola kerül díjazásra egyenként 300 ezer forint értékű digitális eszközcsomagot nyerhetnek. Itt mondom el, hogy a határon túli külhoni magyar kollégák természetesen a többi külön díjra is, a fő kategóriákra is pályázhatnak, de ez a utóbb említett külön díj csak nekik elérhető. És még 2 pedagógusoknak szóló külön díjat sorolnék föl. Az Edu and Fun Digitális Élményközpont külön díja 6 olyan pedagógus számára, akik olyan pedagógiai projektet valósítanak meg, vagy online oktatási jó gyakorlatot, amelyben kiemelten jelenik meg a programozás, nos, az ő díjuk egy-egy 10 órás ingyenesen biztosított digitális pedagógiai továbbképzés számukra. A netedukáció külön díja pedig több kategóriában is pedagógusoknak, illetve óvodapedagógusoknak szól, akik a projektjük vagy online oktatási gyakorlatuk során a netedukáció által kiadott könyveket vagy képzési anyagokat használják fel, kategóriánként 100 ezer forint értékű képzési és könyvcsomagban részesülhetnek ezek a pályázók. Nos, hát így már sokkal több a lehetőség, tehát együtt meg kell, hogy mondjam, hogy a zsűri majd jó bonyolult feladatok elé néz, soha ennél kellemesebb nehézséget nem kívánok magunknak, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy ne kíméljen minket, pályázzatok, küldjetek sok pályázatot. Természetesen érvényes az, hogy ha valaki, tehát hogy adott kategóriában csak egy ember vagy egy intézmény egy pályázatot nyújthat be, és ugyanazt a pályázatot nem lehet benyújtani intézményi és pedagógus kategóriában is, el kell dönteni, hogy melyikre pályázunk. Néhány hasznos linket az előadásunk végén szeretnénk ajánlani. Ugye emlegettük a Digitális Témahét YouTube csatornáját, ahol közel 200 videó érhető el, és a külön díjakhoz is, akár a videókészítéshez is van segítség. Örömmel jelzem, hogy a tavalyi Digitális Témahét ötlettár című kiadványunk mellett, amelyben online oktatási ötleteket, projektötleteket tettünk közzé, megjelent az idei változat, a 7-7 online projektötlet kiadványunk, amelyhez szintén kapcsolódott webinárium, és ez egy lapozható kiadvány, amelyben a projektötletek megtalálhatók. Ott látszik, hogy melyik hét a 7-7. Tehát milyen lesz az élet mesterséges intelligenciával, csillagmesék, Hello Planéta, Mesél a felhő, ideutazás helyben, szabaduló projekt és oltási napló. Ezek a témák címei természetesen a projektek más
címeken fognak majd futni. Emlegettem a köznevelési mintaprojekteket, itt három van kiemelve, de összesen 12 van, és ha valaki a tudásbázisban a digitalistémait.hu keresni szeretne, akkor x-elje be a mintaprojektet, és akkor ezeket könnyebben meg fogja találni. Ezen kívül azonban más is van, és átadom a szót kollégámnak. Csak visszahangosítottam magamat. Nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium is rendkívül fontosnak tartja az intézményeikben tanuló diákoknak a digitális kompetencia fejlesztését, és egy GINOP, illetve VECOP pályázat keretében szerét ejtik annak, vagy ejtették annak, hogy szakképzési témájú mintaprojektekkel bővítsék a digitális témai tudásbázisában már eddig is elérhető köznevelési projekteknek a sorát. 10 projektterv, mintaprojektterv érhető el jelenleg a digitális témahét oldalán. Ezek ágazati alapoktatáshoz kapcsolódó 9 darab projekt, illetve egy darab olyan projektterv, ami munkavállalói ismeretek tanulási terület, az az általános tanulási területnek a témáját feszegeti. Itt helyet kaptak turizmus, kereskedelem, gazdálkodás és menedzsment, cépészet, műszaki ágazat, egészségügy, informatika, távközlés, mezőgazdaság, illetve építőipari témák, illetve ágazati témák, és nagyon biztatjuk a kollégákat arra, hogy tanulmányozzák ezeket a projektterveket, együtt akár a köznevelési témájukkal, ugye, amik alapvetően köznevelési intézményekben előforduló tantárgyakra koncentrálnak, de azt gondolom, hogy a magának a projektnek az ötletét megnézni, a projekt tervben szereplő tevékenységeknek, értékelési eszközöknek és módszereknek a sorát, azt nagyon kiválóan lehet tanulmányozni, akár köznevelési intézményből jött pedagógusként a szakképzési projekttervek között, és fordítva is. Tehát szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és természetesen különösen a szakképzésben tevékenykedő oktatók számára ezeket a projektterveket, amelyeket még egyszer a digitalistémahét.hu tudásbázisában lehet elérni. És hát el is érkeztünk akkor a mai tájékoztatónknak a végére. Szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, viszontlátásra, köszönjük szépen a figyelmet. Esetleg még egy mondat erejéig, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a dth@dinkft.hu címen érhet el bennünket.